Köszönöm szépen a felvezetést, Attila. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a webinárium érdeklődő résztvevőit. Én az elmúlt egy év digitális munkarendjének a tapasztalataiból, intézményi, illetve személyes tapasztalataiból hoztam a témát a mai alkalomra, és ezt szeretném most itt röviden ismertetni veletek. Amikor kiderült, hogy át kell állni az online oktatásra, pontosabban a tantermen kívüli digitális munkarendre, és az alapvető kapcsolattartás is online formában történik majd, akkor megpróbáltuk a saját magunk számára megfogalmazni, hogy mit fogunk és hogyan értékelni innentől kezdve. Nyilvánvalóan mindannyiunknak vannak jól bevált módszerei a tantermi értékelésre vonatkozóan. Ezek egy jelentős része szummatív értékelés, diákokat ijesztgetve témazáró dolgozatoknak is nevezzük ezeket. És felmerült ugye annak a lehetősége, hogy milyen formában lehetne ezt reprodukálni esetleg online térben. Na most éppen a digitális témahét által érzékenyített kollégáknak köszönhetően azért az értékelésnek más formái is jelen vannak a magyar közoktatásban. Azt nem merném állítani, hogy áttörte a kritikus határt, tehát talán még most is a szummatív értékelés van döntő többségben, de mind módszertanában, mind pedig értékelésében azért megjelentek változatos elemek is az oktatásban. És ezekből kellett valamit kitalálnunk erre az időszakra, erre a digitális munkarendre. Hát most nyilvánvalóan sokunkban azért mondjuk a témazáró dolgozatok fegyelmi keretei vagy szabályozott rendje, hát lehetetlennek tűnt, hogy ezt online térben reprodukálni lehetne, és én is azt gondolom, hogy ezt nem lehetséges, és talán nem is szükséges. Mi is azt próbáltuk, hogy emellett, vagy ehelyett inkább valami mást erősítsünk, az értékelésnek más módját válasszuk és fejlesszük az oktatás során. Nyilvánvalóan azért az itt feltett kérdések bennünk is megfogalmazódtak. Egyrészt a technológia biztosítása a tanítványaink számára, másrészt, hogy a jelenléttel, a tesztek kitöltésekori jelenléttel mennyire tudjuk ellenőrizhetővé tenni a diákjainkat. És igyekeztünk mellőzni azokat a megoldásokat, hogy mondjuk bekötött szemmel kelljen felelni, vagy memoritert felmondani, és inkább másfelé indultunk el. Az nyilvánvalóvá vált, hogy az online térben más módon lehetséges a megszerzett tudás értékelése, hiszen az adatokhoz való hozzájutás, a lexikális ismeretanyagnak az ellenőrizhetősége egészen más feltételek között történik. Ugyanakkor az online térben sokkal nehezebben látni a tanulói tudásszerzés folyamatát, és mi ezt a két szempontot tartottuk szem előtt, ezek lettek az értékelésünk pillérei, és ehhez igyekeztünk az értékelés eszközeit és módszertanát hozzárendelni. A megszerzett tudás értékelésére elsősorban online szinkron teszteket alkalmaztunk. Ennek az oka alapvetően véleményünk szerint a tanári erőforrás végessége volt, ugyanis ha egy tesztet valamilyen módon közzétettünk, vagy közzéteszünk, nyilvánvalóan a diákok egyrészt a saját eredményüket, vagy akár a kérdéseket is megoszthatják egymással. Tehát ahhoz, hogy egy aszinkron időben tetszés szerint oldhassák meg a feladatokat, rengeteg tesztet kellett volna generálnunk. Nyilvánvalóan persze arra is van lehetőség, hogy az online szinkron tesztek során is együttműködjenek a digitális térben a diákok, ezt tudjuk. Talán egy idő után mégis kialakul az az időkeret, amiben jól látszik, hogy egy adott tesztet körülbelül mennyi idő alatt tudnak megoldani, és milyen eredményességgel. Másrészt a már megoldott teszteket, ha újra be akarjuk vetni egy másik tanulócsoportban, akkor a tapasztalatok szerint már tudjuk kalibrálni mind az időkeretet, mind a kérdések mennyiségét. Egy adott tanulócsoport mennyi idő alatt mennyi kérdést tud megválaszolni. Amiatt, hogy online szinkron teszteket használtunk, alapvetően ezek a tesztek időzáras tesztek voltak, tehát egy meghatározott idő alatt kellett elvégezni. Nyilvánvalóan ilyen időzáras teszteket a tanórán kívüli tevékenységekre is tudunk alkalmazni. A megszerzett tudást valamilyen módon a projektmunkák is tudják jellemezni.
Itt elsősorban a prezentációk előadása, a szituációk, gyakorlatok bemutatásával mindenképpen alkalmas erre. És hát én középiskolában tanítok, vannak olyan tantárgyaink, ahol nem tudtunk lemondani a szóbeli értékelésről. Itt elsősorban a végzős évfolyam érettségére, vagy a más iskolákban talán a szakvizsga részre gondolhatunk. Ezek ugye tartalmaznak szóbeli feleleteket is, szóbeli részeket is, és bár most digitális munkarendben vagyunk, ugye az oktatási irányításnak az a szándék, hogy a 2019-ig érvényes érettségi rendszerben bonyolítja le a vizsgákat, ehhez viszont mindenképpen gyakorolni kell ezekben a csoportokban. A másik terület a tudásszerzés, a tanulói tudásszerzés értékelése. No, erre rendkívül jók az online aszinkron tesztek, amelyek egyébként arra is alkalmasak, hogy a tanulók a tananyagon, vagy akár a tankönyveken, jegyzeteken kívüli forrásokból is építkezzenek, és mi folyamatosan kértük vissza a diákaink véleményét rendszeres időközönként. Itt nagyon jó visszajelzések voltak, sokaknak tetszett ez a fajta tesztelés. A projektfeladatok szintén kínálnak ilyen lehetőségeket, hogy a tudásszerzést értékeljük, és hát lehetőség szerint próbáltunk ilyen játékos elemeket is bevinni az értékelésbe, tehát akár a szituációs feladatokat, akár a kis előadásokat mondjuk tévéműsor keretében mutatták be a diákok. Nyilvánvalóan rendelkezésünkre állt egy teszt bázis, hiszen korábban többen is alkalmaztunk már ilyen technológiával támogatott eszközöket a tanulás-tanítás folyamatában. Nagyon változatosak voltak, én most itt a tantestületünkben a leggyakrabban használt teszteket emeltem ki. Van kolléga, aki a Classmarkert használja, mert egyszerű a felülete és viszonylag gyorsan össze tud állítani kérdéseket. Mondjuk ennek van egy hátránya, hogy jelentős havidíjat kell érte fizetni. Így ő is próbált áttérni az ingyenes tesztekre és áthozni oda a már elkészített teszt feladatait. Nyilvánvalóan próbáltátok ti is akár a Google-nak, akár a Microsoft-nak a Forms szolgáltatását, annak a teszt felületét, illetve tőlünk egész sokan használták a RedMentát, ami azért is érdekes volt, mert egy feltűnő volt a diákjaink kreativitása, hiszen a RedMentában volt olyan diákunk, aki tanárként regisztrált, így nyilván azokat a teszteket, amelyeket diákként kellett kitöltenie, azt a tanári profilból a megosztás miatt akár megoldással együtt is láthatta. És hát ezen kívül nagyon sok tesztkészítő alkalmazást használtak még a kollégák. Nyilvánvalóan ezek értékes dolgok, és azért elég időigényes az egyik felületről a másikra átvinni ezeket a teszteket. A munkák az online munka során mi arra gondoltunk, hogy egyfajta motiváló értékelést próbálunk bevinni a tevékenységbe. Itt egyik kollégámnak a példáját hoztam el a mai alkalommal. Több tesztfeladatot így fűzérbe fűzve adott ki a tanulócsoportjaiban. Ezt a módszert aztán néhányan át is vettük, kipróbáltuk mi is. Ebben az esetben ugye itt 3-4 hetes időszakokra kell gondolni, tehát egy végleges, mondjuk érdemjeggyel minősíthető értékelés később születik meg ebben a folyamatban. Ugyanakkor ez lehetőséget ad a tanulók számára, hogy jó értelemben véve taktikázzanak. Itt azt lehet látni, hogy egy adott témakörhöz kapcsolódóan milyen pontszámokat lehetett elérni. Ott a legalsó sorban látható Optimus, aki minden pontszámot maximálisan meg tud szerezni, és nyilvánvalóan ez egyfajta kihívás is volt a diákok számára, hogy Optimust megpróbálják utolérni. Azt is láthattuk azért a tanulócsoportjainkban, hogy ennél a munkaformánál itt bizony akadtak olyan csoportok, behatárolható volt egy olyan szűkebb kör, akár ebben a tanulócsoportban is, akik kicsit alulmotiváltak voltak. Érdekes módon ők már a tantermi oktatásban is kevésbé voltak motiváltak. Velük külön egyeztetni kellett, több időt kellett arra fordítani, hogy ennek a módszernek a lényegét megértsék és elfogadják.
Használtunk ilyen amnestia időszakokat, amikor a határidőktől az ő esetükben eltekintettük, vagy egy kicsit később időpontra tettük, de végül azt lehetett látni, hogy ezek a diákok is be tudtak kapcsolódni ebbe a feladatba. Na most azt nyilvánvalóan tudnunk kell, hogy az optimális pontszám elérése nem elvárható a diákoktól, hogy mégis versenyben maradhassanak optimusszal, ezért extra küldetéseket lehet kitalálni ez alatt a 3-4 hetes időszak alatt, amivel plusz pontokra tehetnek szert. És ez már az ő döntésük volt, hogy mennyit be tudnak beleállni egy ilyen plusz feladatba, egy ilyen küldetésbe, amiért extra pontszámokat is nyerhettek. Na most jó néhányan megtették ezt, és itt talán lehet is látni, hogy ezek a kék sávok, amelyek a megszerzett pontszámokat jelentik, megnövekedtek a tanulók nagy részénél, sőt, szinte mindenkinél, és voltak olyanok, akik egész jól megközelítették az időszak végére optimusnak a pontszámát. Úgy tapasztaltuk, hogy ez a fajta játékosság motiváló hatással volt a tanulócsoportban, és a visszajelzés is az volt azok részéről, ahol ezt alkalmaztuk, hogy pozitívan fogadták ezt, szívesen vettek részt ebben. És hát említettem itt a szóbeli feleleteket, itt mindenképpen el kell mondani, hogy hát ugye mi gimnáziumban tanítunk, és ott vannak emelt szintű csoportok. Na most egy emelt szintű érettségire készülő csoportban akár 14-15 diák is lehet, aki majd emelt szintű érettségit bejelölte most februárban, és hát nyilvánvalóan őket arra is fel kell készíteni, hogy ezek a szóbeli alkalmakra magabiztosan tudjanak menni. Ezt akár egyéni felelés, akár ilyen vizsgaszimuláció segítségével próbáltuk megtenni. Én is kipróbáltam ezt a csoportomban, próba szóbelit tartottunk például a múlt hónapban, ahol nyilvánvalóan az egyik kisdiák volt a vizsgázó, a többiekből pedig verbuválódott a vizsgabizottság. És itt tulajdonképpen az értékelésben a társértékelés is megjelent, tehát ők maguk is véleményt tudtak mondani, nyilvánvalóan egy előtte tisztázott feltétel vagy szempontrendszer szerint, hogy az adott felelet mennyire volt jó, mi hiányzott belőle, mi volt az értékes, hogyan lehetne pontozni a előírtak ismeretében. A folyamathoz azért az is hozzátartozik, hogy amikor a digitális munkarendre áttértünk, az intézményünk vezetése eléggé rugalmas volt, és rögtön egy kiegészítésre tett javaslatot a házirendünkhöz, ami kifejezetten a digitális munkarendre vonatkozik. Ezt azért tartom fontosnak, mert hamar felismertük azt, hogy valamennyi órát online formában nem lehet megtartani, sem teljes hosszában, sem teljes darab számában. Így kialakult kétfajta egy ilyen különleges órarend erre az időszakra. Ebben alapvetően kétfajta óra volt. Azok az online órák, amelyen kötelező megjelenése volt a diákoknak, nyilvánvalóan nagyobb óraszám esetén ez arányosan nagyobb volt. Itt külön figyelmet kaptak a heti egyórás tantárgyak, ahol nyilvánvalóan ezeket az online órákat meg kellett tartani teljes részvétellel, és a másik csoportba tartoztak a konzultációs órák, ahol nem volt kötelező a tanulók megjelenése. Ha volt valami kérdésük, akkor ez a konzultációs óra keret ennek tisztázására szolgált, illetve a kollégáknak nekünk is lehetőségünk volt arra, hogy ahol azt gondoltuk, hogy felzárkóztatásra van szükség, akkor akár kisebb létszámba, kis csoportba behívtuk az érintett tanulókat a konzultációs órára, és akkor ott foglalkoztunk velük. Ezt azért tartom fontosnak, mert a tantermi oktatáshoz készített órarendet nem lehet reprodukálni a megvalósítást az online térben, mert nagyon-nagyon leterhelni a diákokat. Ezzel a beosztással mi úgy érezzük, hogy egy kicsit kezelhetőbbé vált a dolog, és bár megvan az órarendi órakeret, ezekben az időpontokban tarthattuk egyébként az online órákat, nyilvánvalóan a tanulóknál ők maguk oszthatták be, hogy a konzultációs óra idején, vagy például egy ilyen feladattal foglalkoznak, vagy részt vesznek az adott órán. És hát mindenképpen szeretném itt megemlíteni ennek az egész értékelésnek az etikai dimenzióját, hiszen tudjuk azt, hogy a lexikális tudás egy része természetesen megszerezhető, akár szinkron, akár a szinkron tesztek esetén is.
Ezért kollégám javaslatára néhányan alkalmaztuk azt a módszert, hogy utolsó kérdésként betettük a szlájdon látható kérdést. Nem kötelező jellegű kitöltéssel, 0 pontot lehetett ezzel szerezni. Mi azt szerettük volna itt megtudni, hogy kijelenti-e a diákunk jó lelkiismerettel, hogy a feladatlan feladatait külső segítség nélkül, és ebbe beleértendő ugye az internet, beleérthető a szülő vagy bármely diáktárs is, tehát hogy ezen támogatás nélkül tudta kitölteni. Eleinte nyilván az volt a jellemzőbb, hogy nem válaszoltak erre a kérdésre, de egy idő után megjelentek a válaszok. Ezt nevelési célzattal is gondoltuk, hogy betesszük a teszteknek a végére, mert azzal, hogy nem kötelező a kitöltése, nem szerettük volna diákokat arra kényszeríteni, hogy ezek esetleg hazudjanak a válasz kapcsán. És egy idő után egyébként nagyon jól működött ez is. Na most beszéltem az elején arról, és így is indultunk, hogy ki miben volt járatos, azon a felületen próbált kommunikálni a diákokkal. Ugye az digitális naplónk használata volt a hivatalos kommunikációs felület. Ezen túlmenően a tesztekhez nagyon sokféle felületet használtak a kollégák, és volt olyan, hogy ide külön-külön kellett regisztrálni a diákoknak. Ezért született meg az a döntés is az intézményvezetés részéről, hogy egyetlen egy felületet használjunk. Ezen a közös felületen adjuk ki a feladatokat. Esetleg ez mutathat külső linken egy másik felületre, de ne legyen szükség arra, hogy a saját e-mail címükkel kelljen mondjuk, vagy személyes adataikkal regisztrálni különböző felületekre a diákoknak. Így ezen az egységes felületre mi a Microsoft Office 365, illetve most már Microsoft 365 felületét használtuk. Ez ugye egy e-mail fiókot is jelent a diákok számára, és tulajdonképpen ezzel az iskolai e-mail fiókkal, ha szükséges, akkor tudtak regisztrálni más felületeken, de alapvetően mi ezt a felületet használtuk a kommunikációra és a feladatoknak a kitűzésére. Ugye ez egy technikai hátteret is jelent, és az értékelésnek, ha a technikai részét nézem, ezt nagyon hasznosnak találjuk, mert alapvetően több formátumban lehet visszakérni a diákoktól feladatokat, amit aztán nyilvánvalóan valahogy értékelnünk kell. Az egyik, hogy a feladatok kitűzésénél valamilyen beadandót kérünk, mondjuk egy Word dokumentumot, ahogy itt a példa is mutatja. Ezen a Word dokumentumon ugye, ha megnyitjuk a tanuló által feltöltött dokumentumot, akkor automatikusan az online szerkesztő megjelenik, és itt a véleményezésnél mondjuk ki lehet jelölni egy adott szövegrészt, és akkor észrevételt tehetünk a diákok számára. Ők, amikor visszanyitják az értékelést követően ezt a dokumentumot, akkor láthatják, hogy melyik szövegrésszel volt a probléma, és milyen észrevételünk volt. Ha úgy van kitűzve a feladat, akkor akár ennek megfelelően pontosíthatják is a beadottakat. Nyilvánvalóan ezt más formában tudja egy nyelvtanár vagy egy tört tanár használni, de jellemzően ez a módszer például elterjedt. A másik lehetőség, hogyha bele szeretnénk javítani ezekbe a beadandókba, mondjuk egy matek vagy fizika feladat esetében, ezt sokszor ugye kézzel írva papíron oldják meg a diákok, és akkor utána töltik vissza a felületre. Hát mi ezt eleve a feladatoknál egyik módszerként, ugye az osztályjegyzetfüzetként, OneNote dokumentumként kértük vissza, és ha ezt mondjuk a diák letölti a telefonjára, és bejelentkezik az adott jegyzetfüzetre, ott a kamera gomb segítségével, ha lefényképezi a megoldását, az automatikusan megjelenik a jegyzetfüzetében, és ezt a kollégák akkor tudják javítani. Tehát mondjuk itt a példán egy matek feladatnak a tollal történő javítása látható. Tehát ez ennek az értékelésnek a technikai háttere. Mi hasznosnak találjuk azt, hogy közös felületen tűzzük ki a feladatokat, és itt ezen a közös felületen tudunk kommunikálni a diákokkal. A szabályzatunkban egyébként az is benne van, hogy ugye említettem, hogy vannak kötelező online órák és vannak konzultációs órák, hogy minden nap be kell jelentkezni a diáknak a Teams felületére, meg kell néznie, hogy érkezett-e ott valamilyen feladat, és a határidő szerint ezt a feladatot elvégezni. Nyilvánvalóan előfordulhatnak technikai problémák,
talán ti is tapasztalhattátok, legalábbis itt a környékünkön nagyon sok településen gyakorivá váltak például az áramszünetek. Ezt tudja jelezni a tanuló még a határidő lejárt előtt, hogy esetleg nincs lehetősége foglalkozni a feladattal, vagy feltölteni a feladattal, de tud róla, és majd, ha a technikai feltételek teljesülnek, akkor ezt tudja pótolni. Ennek a bemutatott módszernek is az volt a lényege, hogy motiváljuk a diákokat, és amit szeretnék bemutatni, egy másik módszert, amit próbáltam adaptálni, ennek szintén ez a lényege, hogy a tanulói motiváció növelésével, a tanulókat bevonva az értékelésbe, próbáljuk ezt elvégezni és a motivációt fenntartani. Én ezt a módszert Pekka Peurától, Finn kollégától láttam, és ezt próbáltam adaptálni a tanulócsoportjaimban. Ez a módszertan, ez tantermi oktatásra készül, de a jelenleg rendelkezésre álló technológiát felhasználva viszonylag könnyen lehetett ezt adaptálni online környezetbe is. A módszernek az egyik lényeges eleme ennek a motivációnak, a tanulói motivációnak a fenntartása, hogy olyan feladatokat adjunk, amelyek se nem túl könnyűek, se nem túl nehezek, amiről valami ismerős a diákoknak, és azt gondolja, hogy valami köze lehet ehhez az anyaghoz, van esély arra, hogy ezt megtanulja. A módszernél figyelembe vesszük az egyéni különbözőségeket, hiszen ez egy tanuló csoportban a leggyengébb és a legjobb teljesítmény között nagy lehet a különbség. Hogyha valamelyik tanuló jól tud haladni, akkor ő hadd haladhasson a saját tempójában, és a többiek pedig, akik lassabban haladnak, például a csoport támogatását felhasználva tudnak haladni a téma területén. Teret kell adnunk az önszabályozásnak, önirányításnak. Most nyilvánvalóan a motivációt akár lehetne jutalmazással és büntetéssel külsőleg is befolyásolni, de alapvetően itt a belső motiváció ettől még nem fog megnövekedni. Úgy gondoljuk, és ez a módszer is erre épít, hogy a belső motivációt úgy lehet ösztönözni, hogyha a tanárok meghagyják a választás lehetőségét a diákoknak, eldöntheti, hogy az adott témakörön belül őt melyik rész egység érdekli a leginkább, és melyik az, amit legkönnyebben tud elsajátítani, és nyilván ez arra fogja motiválni, hogy ezt a részt megtanulja. És hát mindenképpen szükséges autonómia megőrzése a csoportmunkán belül. Fontos a kollaboratív munka, hogy együtt tudjanak tanulni, és a csoportban ki tudja használni a többieknek a támogatását. Ez például segíthet a lassabban haladóknak a felzárkózásban. Tehát ez az együttműködő tanulás, amit szeretnénk ebben a módszertanban megvalósítani, hogy mindenkinek különböző tanulási céljai lehetnek, de mindenki felhasználhatja a közösség erejét a saját céljai elérésére. Ebben a módszerben alapvetően tehát tanulócsoportokban dolgoznak a diákok, és ezeket a tanulócsoportokat mindig egy tanulegységhez alakítom ki. Egy-egy tanegység az 5-6 hetet is jelenthet, és ez a tanegység szakaszokra, témaegységekre van bontva, és ezek mentén dolgoznak a diákok ilyen tanulócsoportokban. Ezen tanulócsoportoknak a szerveződéséhez például itt a Teams-be alkalmas az, hogy az adott tanulócsoporton belül csatornákat hozzunk létre, és az adott csatornába az adott csapat tanulói tartoznak. Na most itt lényeges azért, hogy legyen egyfajta mentális biztonságérzete a diákoknak, hiszen amikor tevékenykednek, tanulnak, vagy felnőnek egy közösség részeként, akkor az a legfontosabb, hogy ezt a biztonságérzetet folyamatosan érezzék maguk körül. Ne legyenek szorongóak, ne legyen szégyenérzetük, a kudarctól való félelmük, hogyha együtt kell dolgozni ebben a csoportban. És fontos feladatunk van nekünk is, hiszen fizikailag és mentálisan is egyfajta biztonságos tanulási környezetet azt nekünk kell megteremtenünk és fenntartanunk, akár a saját jelenlétünkkel, tekintélyünkkel vagy példánkkal. Találkozhatunk persze olyan véleményekkel is, hogy az a fajta ön- és társértékelés, vagy az önirányított gyakorlat magára hagyja a tanulót a
osztályteremben, akár tantermi, akár virtuális osztályteremről van szó, vagy azt, hogy ebben nagyon magukra maradnak, és kizárjuk magunkat a tevékenységből. Ez véleményünk szerint nincs így, hiszen mindezekkel együtt, bármennyire is változik a világa, nem tűnik el a pedagógus, tehát nekünk továbbra is feladatunk van, továbbra is mi vagyunk azok a személyek, akikben megbízhatnak, és egy biztonságérzetet keltő felnőttként mindig elérhetőek és vagyunk, és mindig jelen vagyunk, még itt az online térben is. Amikor elkezdjük a témakör feldolgozását, ezt megelőzi néhány dolog. A csapatokba sorolást követően megkérem a csoport tagjait, hogy egészítsék ki ezt a mondatot. Erre pár perc, mondjuk egy 5 perc áll rendelkezésükre. Hát nyilvánvalóan tantermi környezetben is ez lehet papíron, de akár online környezetben is ez megvalósulhat papíron. Annyit kérek csupán tőlük, hogy írjanak folyamatosan, ne fejezzék be a gépelést, ne emeljék fel a tollat, írjanak önkritika nélkül, ami éppen eszükbe jut az adott téma kapcsán. Ez, amit leírnak, ez az övék, ezt nem kell felolvasniuk, de nyilvánvalóan a csoportban megoszthatják egymással. Amikor ez az 5 perc letelt, akkor arra kérem őket, hogy jelöljék meg azt a 2-3 legérdekesebb vagy legértékesebb felismerést, amit ők írtak, és ezt beszéljék meg közösen a csoportban. Osszák meg egymással a gondolataikat, ha gondolják, akár magát az egész írást is megtehetik, de alapvetően ez a 2-3 kulcs szó elegendő arra, hogy egyfajta beszélgetés alakuljon ki. Hasonlóan ehhez azt is kérem tőlük, hogy fogalmazzák meg a tanulási céljaikat. Mit szeretnének elérni a témakör feldolgozása során, a végén hova szeretnének eljutni? Néhány szempont azért itt látható is, miként tudnak meríteni az előző témakörnél használt módszerből, mi az, amit ott jónak tartottak, hatékonynak tartottak, mi az, amit esetleg változtatnának, azért, hogy akár a teljesítmény, vagy akár a tananyag megértése is jobb legyen. Aztán ezt követően erről is azt kérem, hogy ezt beszéljék meg, és foglalkozzanak azzal, hogy akár az egyéni tanulási célokat is ismertessék egymással. Mielőtt a tanulási időszak tényleges szakmai része megindulna, egy ilyen csapatspecifikus értékelő megbeszélést tartunk. Ezt minden csoporttal megteszem. Itt nyilvánvalóan online térben lehetőség van arra, hogy ezt tényleg csak az adott csoport hallja. Tantermi környezetben hát nyilván a terem adta lehetőségeket figyelembe elszeparálva tudjuk ezt megtenni. És tulajdonképpen megbeszéljük azokat, amiket ők már megemlítettek egymás között. A csoportok kialakítanak maguknak egy szabályrendszert erre az 5-6 hetes időszakra vonatkozóan, ahol majd együtt tudnak működni. Mi ennek a feltételrendszere, kinek mi lehet a szerepe ebben. Nyilvánvalóan ezt a szabályrendszert aztán közösen is megbeszéljük. Az a tapasztalatom, hogy folyamatosan várják a részemről a visszajelzéseket, a javaslatokat, reakciókat az általuk elmondottakra. A csoportok indulása kapcsán azért az a tapasztalatom, én ezt különböző korosztályokban kipróbáltam, ahol hát egy részüket ugye már a digitális munkarend bevezetése előtt elindítottuk, ami tapasztalat volt, hogy ha 9-ben kezdtem el ezt a módszertant, sokkal könnyedebben alakult ki az egyrészt az együttműködés, másrészt az önértékelésnek a fejlesztés. Hát arra itt azért kell szánni időt, tehát ez nem alakul ki rögtön egyik hétről a másikra. Ez egy hosszabb időszakot, több hónapot, tanévet jelenthet. 11-es új csoportjaimban, amikor kipróbáltuk ezt a módszert, ott hosszabb idő volt, ez nehezebben alakult ki magának a módszernek az elfogadása, vagy éppen az együttműködés. És egy másik tapasztalatom, hogy ugyanúgy, ahogy a csoport módszerrel, ha egy kisdiák már általános iskolában találkozott, akkor a középiskolában ennek az alkalmazásával igazán nincs gond.
Vannak még azért olyan tanítványaim, hogy felső tagozaton sem találkoztak csoportmunkával, és amikor megpróbáltuk ezt elindítani, maga a csoportmunkának a szervezése is, vagy működése nem jelentett számukra komfortérzetet. Tehát azoknak a diákoknak nagyon nehéz bekapcsolódni egy ilyenbe, akik korábban még nem találkoztak ezzel. És hát amikor elindul maga a tanulási időszak, akkor tulajdonképpen ennek az az egyik lényeges eleme, hogy egyfajta önértékelést fejleszünk. Önértékelés és társértékeléssel haladunk ezekben a csoportokban egy tananyagrész feldolgozása során. Ugye említettem, hogy ilyen tematikus egységekre van bontva az adott tananyagrész. Ha a kisdiák úgy dönt, hogy ő neki ez nagyon megy, nagyon közel áll hozzá, természetesen egyéni tempóban is haladhat. Tehát van olyan diák, aki az 5-6 hétre tervezett tananyagot már sokkal hamarabb el tudja sajátítani. Vannak közös részek, amiket nyilvánvalóan a matematikáról lévén szó, a fogalomrendszert, a szabályrendszert megbeszéljük, a feladattípusokat megnézzük. Ezt követően jön az önálló, illetve a csoportos tanulás, ahol ezt a tudást elsajátíthatják, begyakorolhatják. És ennek az egyik eszköze, hogy ilyen táblázatos formában próbálom, igyekszem követni az előre haladásukat. Ezre tulajdonképpen bármilyen online táblázatkezelő alkalmas, tehát akár a Google táblázatkezelője, mi ugye az adott helyzetben az Excel-t használjuk a Microsoft 365-ből, és itt tulajdonképpen az történik, hogy minden tanuló csoport kap egy ilyen Excel táblát minden témához, témakörhöz kapcsolódóan, ahol tudja azt jelezni, hogy éppen az adott téma elsajátításában hol halad, a kapcsolódó feladatokat milyen mértékben tudja megoldani. Ebben a táblázatban az Excel-nek a feltételes formázás lehetőségével tudok visszajelzést kérni a diákoktól. A munkafüzetnek két munkalapja van. Láthatóan, ugye mondjuk, ha van egy ötfős csoport, akkor itt minden diáknak van egy oszlopa. Itt láthatók az első munkalapon, hogy mik azok a tematikus egységek, amikre adott témát felosztottam. Itt ebben az esetben négy ilyen egységet lehet látni. Az egyes egységeken belül mik azok a fogalmak, amelyeket tisztázni kell, milyen elméleti háttér szükséges ehhez. És amikor ezeket a fogalmakat átvesszük, átveszik, megtanulják, akár csoportosan értelmezik, akár egyénileg próbálnak haladni, kérem tőlük, hogy ezt értékeljék. Tantermi környezetben ez úgy néz ki, hogy csoportonként legalább egy okos eszköz, mondjuk egy tablet vagy egy laptop kell, hogy legyen, és akkor ott tudják óra közben is megtenni. Hát nyilván itt a digitális munkarend idején ezt például egyszerűbb megtenni. És akkor itt van négy kategóriája az előrehaladásnak, nekik tulajdonképpen csak a számokat kell bejelölni, mennyire érzi magáénak az adott fogalmat, teljes sötétben tapogatózás, részben esetleg megtörtént a megértés, úgy érzi, hogy rájött valamire, vagy akár ezt el is tudná magyarázni a társának. És akkor nyilván, ahogy ezeket az értékeket az adott diák megjelöli, az adott szín jelzi, hogy ott éppen milyen a megértés szintje. Ez nekem is információ egyrészt függőlegesen is a diákok részéről, hogy ki hogyan halad ennek az előrehaladásával, másrészt az egyes tanegységekben is, hogy hol van esetleg olyan fogalom zavar, amit még tisztázni kell. És én azt kérem, hogy ezt minden tanegység végén jelezzék, jelöljék be. Ezt a fajta rendszerességet egyébként eleinte nehéz kialakítani, de végül is aztán kialakul, és akkor nagyon hasznos tud lenni ez a visszajelzés. És akkor nyilvánvalóan én minden csoportban látom ezt a táblázatot, tudom, hogy hol van gond, hol lehet előre haladni, és hol van olyan, ahol még vissza kell lépni, néhány fogalmat tisztázni. És akkor ők itt szépen, mondjuk ennél a témakörnél ezt a négy egységet végigjárják, a tanulási, saját tanulási útvonalokat ilyen önértékeléssel,
értékelik, és akkor az egész témakörnek a végén is van egy értékelés. Itt magának a témakörnek az elsajátításáról, hogy ebben ő nagyon király lett, teljesen lázba hozta ez a témakör, akár ki is tudná képezni a diáktársait erre, és nyilván itt ezzel a négy színnel, négy számmal tulajdonképpen be lehet állítani ezeket az értékeléseket, és ebben az értékelésben már olyan is megjelenik, hogy ez milyen hatással volt az ő matematikai megértésére, matematikát ez a témakör feldolgozás mennyire hozta esetleg közelebb hozzá, milyen módon vált be a módszer, hogyan tudott részt venni a csapatmunkába, segítettek-e neki a többiek, esetleg ő haladt a legjobban, és akkor tudott segíteni a többieknek. Aztán van egy táblázat rész, ami a tananyaghoz kitűzött feladatok megoldását mutatja, pontosabban azt, hogy százalékosan a kitűzött feladatokból az adott diák hányat oldott meg. És a végén következik az önértékelés, ahol a saját munkájáról, a saját tevékenységéről mond véleményt. Itt ennek a végén tud megjelenni a témakörhöz tartozóan egy érdemjegy, amit mondjuk osztályzat formájában természetesen bekerülhet a hivatalos dokumentumokba is. Természetesen itt lehet eltérés a között, hogy mit gondol a diák a saját teljesítményéről, és mit gondol a tanár a diák teljesítményéről. Ha nagyon nagy a távolság, akkor mindenképpen ugye beszélnünk kell erről, és tulajdonképpen ez az a rész, amit, hát ez egy hosszú folyamat, hogy ez az önértékelése fejlődjön úgy a diákoknak, hogy reálisan meg tudja ítélni a saját előrehaladását. Azt egyébként elismerték, hogy számukra is sokat segít, hogy látják ezt a táblázatot, mert ha tényleg valósak azok a jelölések, amiket alkalmaztak a táblázatban, akkor akár a színek kombinációjából is saját magukon látják, hogy hogyan tudtak haladni. És itt még van egy nagyon értékes dolog, amit én külön hasznosnak tartok, ez a társértékelés. Tehát ugye most egy csoportban vagyunk, itt egy csoportban van az az öt diák, és ők nyilván látják a csoporttársaknak az értékelését is. És nagyon sokat számít a kortárs csoportnak, konkrét esetben itt a diáktársaknak az értékelése, hogy tudják befolyásolni a diákokat. Nekem eddig az volt a tapasztalatom, hogy nagyobb részben alulértékelés történt az önértékelés során, és a társértékelés segített abban, hogy a tanulói önértékelés a valósághoz egy kicsit közelebb kerüljön. Néhány esetben volt olyan, hogy azt gondolták a társak, hogy egy-egy diáktárs mondjuk túlértékelte a teljesítményét, de sok esetben egyébként végül is meglepő, de reális volt az a fajta értékelés is. És úgy gondolom, hogy ezeknek a megbeszélésével ebben a digitális munkarendben ez a tanulói önértékelés és a társértékelés nagyon jól fejleszthető, és én el tudom fogadni azokat az érdemjegyeket, amelyeket itt a tanulók az önértékelés során adnak magukat, és azt meg is beszéljük. És van ennek a munkafüzetnek egy másik munkalapja is, itt a feladatokat szeretném csak bemutatni. Ugye itt is van a négy egység, és azon belül még részegységekre bontva a témakör szerint három erősségű feladat van. Hát ez a tanuló csoportom ilyen Star Wars rajongó, én jó magam is, és ezért a Star Wars Jedi szintjei alapján vannak besorolva a feladatok. Itt szintén azt lehet megtenni, hogy mondjuk az adott diák tudja azt jelölni, hogy hogyan oldotta meg az adott feladatot, sikerült-e, boldogult-e vele, nyilvánvalóan itt izgalmasabbak a nehezebb, a Yoda szintű feladatok. Hát matekból itt nálam a Yoda szintű feladatoknál ugye az emelt szintű érettségire vonatkozó feladatok találhatók, és ez a táblázat is egy nagyon jó képet mutat arról, hogy mi az, amit esetleg még gyakorolnunk kell, mi az, ami már nagyon jól megy. És ez a fajta dinamikus önértékelés működik ezekben a csoportjaimban. Még egyszer mondom, több-kevesebb sikerrel, illetve változatos eredményességgel. A 9-ben elindított folyamatoknál számomra hatékonyabbnak tűnnek, mint a 11. vagy 12. évfolyamon megkapott tanuló csoportok esetében. És az is sokat számított, hogy ahol már tantermi környezetben ezt alkalmaztuk, ott nagyon egyszerűen át lehetett állni online környezetben.
Ha mindezt szem előtt tudjuk tartani, akkor úgy érzem, hogy Pekkának az az idézete teljesülhet, amit itt ebben a felhőben is feldobtam, hogy az értékelés a tanulási folyamat irányítás egyik eszközévé tud válni, és nem egy szabványos tesztnek fogják érezni a diákok a számonkéréseket. És akkor még néhány szóban itt a tantestületünkben is megbeszélt tanulságokról. Ugye hát most újra hosszabb időre, vagy már hosszabb ideje ebben a digitális munkarendben vagyunk. Még a márciusi szigorítások előtt mi visszahívtuk kis csoportokban a végzős diákjainkat, elsősorban az emelt szintű érettségire készülő tantárgyakban, aztán az utolsó 3 hétben valamennyi érettségi tantárgy esetében biztosítottunk egy ilyen alkalmat, ahol jelenléti konzultáció lehetett részt venni. Ez nem volt kötelező, a tanároknak sem egyébként. Aki vállalta és meg tudta hirdetni ezt a jelenléti konzultációt, oda a diákok saját döntésük szerint jöhettek, és párhuzamosan egyfajta hibrid módszerrel egyrészt tartottuk a jelenléti alkalmakat, és akit nem tudott részt venni ezeken, számukra biztosítottuk az online konzultáció lehetőségét is. Nem jöttek el teljes létszámban a tanulócsoportok, egyikünk esetében sem. Az én csoportomnál 40-50%-os volt a részvétel ezeken a foglalkozásokon. Mondhatnánk azt, hogy kényelmesek váltak a diákok, tehát nem feltétlenül rossz értelemben egyébként. Ezt is kérdeztük tőlük, és sokuknak nagyon sokat számít az, hogy nem megy el 2-3 óra naponta az utazással. Nagyon sokat jelent, hogy saját maguk oszthatják be az idejüket. Ugye meghatározott, hogy a hivatalos órarend mely óráink kell az online órán részt venniük, melyek a konzultációs órák. Ezek mellett nagyon sokan vállaltak egyéb képzéseket is. Hát nyilván legnépszerűbb a 11.-12. évfolyamon mondjuk a KRESZ vizsga teljesítése, de beneveztek olyan képzésekre is, amely tanórán, tanterven kívüli oktatás volt, nem az iskola hirdette meg, hanem külső képzésekre ket is felvettek mondjuk online kurzus keretében. És hát ha most arra gondolunk, hogy mi lenne, hogyha visszakerülnénk a tantermi oktatásba, akkor lehet, hogy az lenne a megállapításunk, hogy nem áll olyan jól a jelenléti oktatásnak a szénája. Egyrészt az előbb elmondottak miatt, másrészt pedig, hogy kialakult egyfajta digitális munkarend, és azokban a csoportokban, ahol ez tényleg jól működik és hatékonyan működik, ott ez egyfajta technológiai hátteret, egyfajta tananyagfeldolgozást is jelent, amit nagyon nehéz visszahozni a tantermi oktatásban. Tehát amikor majd újra jelenléti oktatás lesz, akkor nagyon meg kell gondolnunk, meg kell beszélnünk szerintem valamennyi tantestületben, azt, hogy mi az, ami csak a jelenléti oktatással valósítható meg, és mik azok az elemek, amelyek a digitális munkarendből áthozhatók. Rendelkezésre áll most már egy nagyon gazdag tesztadatbázis minden tantárgyból. Hogyan tudjuk ezt a jelenléti oktatás közben használni? Az intézmények, oktatási intézmények egy jelentős része Magyarországon ugye pályázat útján részesült abban, hogy megvalósult a sávszélességbővítés, Wi-Fi lefedettség az szinte ezekben az intézményekben teljes körület, de vannak olyan iskolák, ahol ez elmaradt, ott nyilvánvalóan ez is feladat, hogy ezt a technológiai hátteret biztosítani lehessen, hogy azokat a teszteket, amelyeket itt online módon most idézőjelben kényelmesen le tudunk futtatni, azt a jelenléti oktatás keretében vajon szintén meg tudjuk-e tenni. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy összehasonlítottuk a tanulmányi teljesítményt a két időszakhoz, tehát az utolsó tantermi oktatás eredményét, a jelenléti oktatás eredményét a digitális munkarenddel zárult fél éveket követően, és azt láttuk a mi esetünkben, hogy jelentősen javult a tanulói teljesítmény. Hát nyilvánvalóan ezt is meg kell beszélni, hogy mi ennek az oka. Egyszerű lenne azt mondani, hogy másként értékelünk, egy kicsit enyhébben, kevésbé vagyunk szigorúak. Ez ugye viszonyítás kérdése, és azt feltételezi, hogy akkor a tantermi oktatás során mi jól értékeltünk. De vajon ez igaz-e? Tehát ezeket szintén meg kell beszélni a tantestületben. Nagyon fontos a végzős évfolyamoknál, ugye, hogy most jut
az az évfolyam az érettségi közelébe, akik lényegében másfél éve digitális munkarendben dolgoznak. Majd ugye az a szándék, hogy a korábbi körülmények között megvalósuljon az érettségi vizsga, és ők vissza fognak menni a digitális munkarend után egy teljesen papíralapú, face-to-face a feladatlappal, tollal kitöltendő vizsgarendszerbe, plusz ugye szóbeli feleletekkel. Nagyon nehéz, hogy őket, a kérdés az, hogy mennyire tudjuk őket támogatni még a hátralévő időszakban, hogy biztonságérzetük legyen ebben az érettségi vizsgarendszerben. Illetve amit mondtam az etikai háttérnél, hogyha azt meg tudtuk értetni a végzős diákjainkkal, hogy ez az ő értekük, hogy ne csaljanak. Nekik is a valós teljesítményüket kell látni, hogy megértsék azt, hogy itt nem a jegy a fontos az ő esetükben, hanem a továbbtanulás szempontjából a százalékok lényegesen fontosabbak. Hát nyilvánvalóan ez egy izgalmas kérdés, hogy mi történik egyrészt, ha visszamegyünk jelenléti oktatásban, és mi történik az előttünk álló vizsgarendszerben. Én nekem van egy szomorúságom most ezzel kapcsolatban, hogy ugye az, hogy milyen formában tudjuk az érettségit lebonyolítani, úgy tűnik, hogy jelenleg a különböző vírusvariációk elterjedésétől, illetve az átoltottság előre haladásától függ. Egyébként szakmailag és módszertanilag, technikailag nincs B-terv arra, hogy hogyan lehetne a korábbi érettségit kiváltani, vagy megvalósítani mondjuk digitális környezetben. Én ennyit gondoltam felvillantani a mára hozott témából. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődő figyelmet.